Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora. Két hét telt el a legutóbbi adásunk óta. Az elmúlt héten ugye a nemzeti ünnep miatt nem láthattak Kezdőkört, előtte pedig a féle ünnapi műsort tartottunk hölgy vendégekkel, úgyhogy lehet mondani, hogy most tulajdonképpen egy három hét után térünk vissza kellően megbecsült macsó vonalra. Egyébként ugye ez volt többek közt a lányokkal az egyik témánk, hogy miért túl reprezentált még mindig a sport újságírói pálya férfiakkal. Tehát nagyon az, úgyhogy ma folytatjuk mi is ezt a vonalat, és a stúdióban kollégáimmal beszélgetünk azról, hogy mi minden történt itt az elmúlt napokban, ami érdeklődésre tart számot. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Beke Zsombort, a Fejér megyei Hírlap sportrovatának újságíróját. Itt van velünk Farkas Szilárd, a Fejér médiacentrum szerkesztője, és Németh Krisztián, aki a Hírlapé is, meg a médiacentrumé is, és így mindig az átmenetet és a teljes egybeolvadást képviseli. Hát fiúk, amikor legutoljára beszéltünk, szerintem akkor még javában és kellő szomorúsággal, de mégis indulattal ekészhettük a Vidi szereplését, hiszen jó három héttel ezelőtt még bőven benne voltak abban a vereség sorozatban, ugye a piroskékek, amelyet nem nagyon láttunk érkezni, és történelmire is nevezhetjük. Hát nagyon vártuk azt az adást, amikor először lehet végre jót mondani a csapatról. Nem tudom, hogy most mennyire lehet, persze, de mivel a sportban az eredmény az elsődleges, ezért az, hogy végre győzött 7, sőt ugye kupa vereséggel együtt 8 zakót követően a Vidi, ami egy egészen ilyen tényleg egy kis csapati mutató, de már önmagában ez elégedettségre ad okot. Hát a félelmetes zsírmóti oroszlán barlangból hoztuk el a pontokat, ráadásul ugye korán szerzett gólokkal. Nem tudom, az első, ami érdekel, hogy bennetek ez hogyan ülepedett le, ez az elmúlt néhány hét vagy hónap, amit figyeltünk, mert én úgy voltam vele, hogy szinte már kicsit ilyen talán túlzott malíciával néztem ezt a meccset, és nem az az öröm uralkodott el rajtam, hogy végre nyer a csapat egy mérkőzést, hanem hogy hát azért már nagyon ideje volt, hogy tényleg csináljanak valamit. Én inkább félelemmel néztem az elmúlt hetekben a mérkőzéseket, hogy akkor még egy vereség, és a Gyirmotti meccset is úgy ültem le megnézni, hogy ha most is kikapunk, akkor tényleg 2 pontra lettünk volna ugye a kieső zónától, ami maga lett volna a tragédia. Így hát a 2 gólnak örülhettünk, és a 3 pontnak, de azért azt látni, hogy a második fél időben szintén nem sok vizet zavart a Vidi. Maga biztosan védekezett csapat, de azon kívül sok helyzetünk nem volt újfent, de legalább nyertünk. De hogyha elvonatkoztatunk attól, hogy hát ha lehet, hogy a Vidi micsoda a magyar futballban, vagy mi a gyirmót, és csak azt nézed, hogy játszik egy olyan csapat, amely egyébként 8 meccs óta csak kikapott idegenben, hát sajnos mondhatjuk, hogy közvetlen riválisnak is tekinthető ellenféllel, akkor azt még azért megbocsájtom, hogy 2 gólos előny birtokában nem azt kezdte el játszani a csapat, hogy na most jól megpofozunk valakit, vagy kinyílik a gólzsák. Régen Verebes mester szerette ezt mondani, hogy majd valaki beleszalad a késbe. Szóval visszatettük a bicskát a zsebbe, és hagytuk, hogy akkor inkább maradjon minden úgy, ahogy van, ha már úgy tűnik, hogy lesz végre 3 pont. Hát én ugye azt mondanám itt egy kis hasonlattal élve, hogy amikor az ember egyes kapott az iskolába, hát miért történt így? Hát mert a tanár nem a megfelelő kérdést tette fel. Kicsit átvezetve, hát most a Vidi megfelelő ellenfelet kapta meg szerintem. És hát tényleg kellett ez a győzelem, sima 2-0-nak nevezhető. Ugye én mindig, hát nagyon sokszor példálozok azzal, hogy különböző internetes felületeken ugye jönnek a kommentek, hogy a kommentekben mit írnak, szerintem az nagyon sok mindent tükröz, és ott sem látom a megelégedést, tehát nem voltak elégedettek a szurkolók a mutatott játékkal. A 2-0 szép az, hogy Nikolić ugye elérte a bizonyos gólcsúcsokat, az megint csak szép, de ez most megint csak valaminek a kezdete, és nem a befejezése nyilvánvaló. Hát reméljük, hogy a kezdete. Én a ominózus időpontban ugye a Alba-Fehérvár oroszlány kosárlabda meccset közvetítettem, és én azt hittem, nyilván erről is majd esik szó az adásban, hogy ahol én ülök, az lesz a könnyebbik fele, és Gyirmóton lesz a nehezebbik. Ezzel szemben, amikor már 20-szal ment az oroszlány az első negyedbe, akkor megnéztem az eredmény követőt, és Nikolić akkor már bevágott egyet. Tehát én fordítottan tippeltem, hogy az Albának sima lesz, és a Vidinek lesz egy kicsit keservesebb, ahogy azt megszokhattuk, de szerencsére ez nem így volt, hála Nikónak.
Nyilván ezt a borzalmas, rettenetes, katasztrofális sormintát, ezt a vesszőfutást, ezt egyszer nem lehet mivel megmagyarázni, és nem akarom én sem felmenteni ez alól a játékosokat, mert nyilván sokakkal együtt nekem is lefelé konyul emiatt a szám, de én azt gondolom, hogy ugyan a Ferencvárostól kikaptunk 2-0-ra, mert hogy alapvetően jobb a Ferencváros, de akkor a Vidi nem azt az arcát mutatta, mint az azt megelőző mérkőzéseken. Tehát én ott azért láttam pozitívumokat, nyilván a vereség nem esett jól, nekem sem, de nem játszott a mélyen a tudása alatt ott akkor a csapat. Ott elszabadultak picit az indulatok, éppen emiatt, hogy azért megütött a Vidi egy bizonyos szintet, én nem is értettem ezt a Fiola kontra szurkolók bulit, de mindegy, ez már a múlté. Hát sajnálom, hogy egy Irmót Vidi az kiesési rangadónak is akár felfogható, de azt gondolom, hogy azért ez jókor jött ez a kis pozitív hullám, mert ne feledjük el, hogy a Kisvárda jön most Fehérvárra. Tehát nem egy világverő csapat, de ott van a stabilan a harmadik helyen. Most jelen pillanatban az egyik legjobb formában lévő csapat ugye Magyarországon. Erről a lelkiállapotról beszéljünk még, nagyon érdekes, mert a két héttel ezelőtti adásban, amikor a lányok ültek itt volt velünk Zelinka Ildi, aki ugye amellett, hogy sportújságíró kolléga, coach is, és nagyon sok sportolóval, sportegyesülettel dolgoznak ők együtt. És hát mondtam neki, hogy most ha neki bele kellene mennie a fehérvári öltözőbe, és ott elkezdeni beszélgetni a játékosokkal, akkor hol kezdeni? Tehát mit lehet csinálni, amikor olyan szinten van egész nyilvánvalóan maga alatt, önbizalomban, a külső nyomás és a külső tényleg kíméletlen kritika keresztüzében egy játékos, aki amúgy, és nyilván ezt mondják a másik oldalon sokan, rengeteg pénzt keres, könnyen él, a legjobb csapatok egyikében játszhat, ideális körülmények között, tehát elvárható, hogy egyébként meg ne sírjon, hanem tegye meg mindent a győzelemért. Ezek nagyon ambivalens dolgok. Ahogy Krisztián mondta, a Fradi ellen lehetett érezni az akaratot, az elszántságot, de nem biztos, hogy ez így volt mondjuk az első tavaszi meccsen, amikor bizony könnyen lehet, hogy itt sokak fejében megfordult, hogy hát mi gondunk lehet, majd nekünk a Fradit utolérjük, aztán ott eldőlnek a dolgok. Puff, egyszer csak 6 vereség, abból már nyilván a negyediknél nincs magánál a csapat, hogy mi a franc történik velünk. Szóval, hogy azért ezt lelkileg feldolgozni, és lehet, hogy most nem kell túlértékelni ezt a Gyirmót elleni győzelmet, mert azért tényleg várjuk már el a MOL Fehérvártól, hogy nyerjen Gyirmóton. De én arra leszek kíváncsi, hogy valójában ennek milyen hatása lesz most. Beszélgettünk itt a korábbi rossz sorozatokról 20, meg 10, meg nem tudom hány évvel ezelőtt. Azért általában úgy történt, hogy amikor megtört egy rossz sorozat, akkor nem lőtt még ki a csapat. Tehát ott még egy döntetlen, esetleg még egy vereség, ott már örülni kellett, hogy nem zsinórban kap ki. De azok azért még más fehérvárok voltak, nem tudom most miben reménykedhetünk. Hát annál is inkább nagyon árnyalt ez a szituáció, ugyanis minden elúszott, ami az európai kupaporondra vezethet. Tehát a játékosokat a szívük, lelkük mélyén egyedül az motiválhatja, hogy ők nem akármilyen meszt viselnek, és ez nem akármilyen címer. De motiválja? Hát ez a kérdés. Ma beszélgettem, bocsánat, ha már ezt mondod, csak mert ma beszélgettem egy hozzám hasonlóan nagyon régi Vidi szurkoló, vagy egyébként fehérvári közszereplő, de nem mondom, mert nyilván magánbeszélgetés volt, és ő azt mondta, őt azt háborítja fel legjobban, hogy lelketlen zsoldosokat lát. Ez egy nézőtéri szöveg, tehát tudjuk, hogy sokan mondják ezt, de hogy ebben a csapatban azért akár még a már a legújabb érát tekintve is, itt 2011-ben volt először bajnok a csapat, ugye valahol előtte kezdődött a Garancsi-féle szerepvállalás, de már a nagyon jól menő Vidikben is azért voltak olyanok, akik tényleg szívüket, lelküket kitették, nem mondom, hogy ős fehérváriként, de mégis valamiféle szívemberként tudtak húzni és a többiektől is követelni. Ti hajlamosak vagytok úgy nézni ezt a mai Vidit, mint aki tényleg csak a pénzt felvevő zsoldosok? Hát ugye a nyilatkozatokból, amik ugye meccs után vannak, nagyon sokszor az is tükröződik, hogy itt a játékosok között is vannak ellentétek bizonyos értelemben, hiszen amit most mondtál, azt az interjúkban is halljuk az interjú alanyoktól, hogy egy kicsit mint a széthúzna az öltözés, vannak olyan játékosok, akiknek magába kell nézni és el kell gondolkodnia, hogy ezt nagyon sokan elmondják. Ja, tehát a te beléd folytottam a szót, bocsánat, tehát, hogy az a bizonyos címer és szív az maradt, mint motiváció, mert hogy ebből már nemzetközi kupa nem lesz. Ebből más nem lesz, és amit még elhangzott,
Tehát, hogy ha egy öltözőben villongások vannak, ha konfliktusok vannak, az azt jelenti, hogy az öltözőben egy ideje már nem volt, és nincs is olyan ember, akinek tekintélye van. Aki azt mondja, hogy na jó, ezt most befejezitek. Tehát, hogy ez óriási, óriási, óriási gond. Tehát Juhász Roland idejében ezt el tudtuk volna képzelni? Nem tudom, nehéz kérdés, mert, és akkor mindjárt rátérünk a meccs kapcsán, nyilván a másik kicsit örömtelibb témára. Van most fent egy film a klub honlapján Nikolić Nemanjáról. Az is, amelyikben az összes gólya benne van, de most a másikra gondolok, egy dokumentumfilm, egyik nagyon igényes és profi. És ott látszik belső felvételeken, amiket egyébként szerintem nem láttunk még nyilvánosságra, hogy gyakorlatilag most ő a csapatkapitány, ő az, aki nagyon komoly motivációs beszédeket ad, el is mondják a csapattársak amúgy, hogy a válogatottnál láttunk ki ezt Szalai Ádámtól, Dzsudzsák Balázstól, hogy Nikó az, aki tüzeli a többieket. És hát ha valakinek, nyilván neki azért kell is, hogy legyen valamiféle tekintélye, már csak a Vidis múltjánál és eredményeinél fogva is, de valóban van-e olyan, aki akár mondjuk Paulo Souza idejéből Caneirát, vagy Sándor Györgyöt, ha gondoljuk, a későbbiekben tényleg itt volt Juhász Roland, de még egy Torgele Sándor is valószínűleg bírt olyan tekintéllyel. Van-e most olyan az öltözőben, aki megtámogatja Nikót, vagy aki a pályán, mert az sem mindegy, hogy játszik-e valaki, ott van. Hát Nikót ugye nincsen, vagy nem volt egyszerű helyzetben, hiszen ez a játék percei hát nem ütik meg azt a szintet, ami mondjuk a korábbi volt. Az kétség kívül egy remek futballista, de azért az utóbbi időben ő ezt nem annyira tudta megmutatni a Vidiben, mondjuk, vagy nem játszotta végig a meccset, vagy nem volt a kezdőben. Tehát ő pokoli nehéz helyzetben van, és szerintem ez abban csúcsosodott ki, amikor nem tudott interjút adni gyakorlatilag az egyik vesztes meccs után, szóval az tényleg a tehetetlenséget mintázta és sugalta nekem. Szóval úgy nehéz a gyeplőt szerintem a kezedben tartani, hogy neked vagy nem volt lehetőséged arra, hogy megmutasd mondjuk azon a meccsen, vagy az azt megelőző meccseken, vagy nem tudtad valami miatt. Pokoli nehéz helyzet szerintem Nikó számára is, és ezt láttuk is. Meg talán a magyar játékosoknál is, ugye Fiolán kívül gyakorlatilag, aki évek óta itt van, a magyarok közül nincs senki stabil kezdő. Kiskokó szinte nem is játszik, de ő is már itt van nagyon hosszú ideje, ugye Nikó is most került vissza a kezdőbe, tehát Szabicsnál sem játszott. Tehát tényleg az, hogy nincs ki, aki a Nikó mellé beálljon, aki mondjuk tényleg rendszeresen kezd. Hát Kodró is elfogyott, azért azt láthatjuk. És Kodró is elfogyott, és talán egy kicsit megfáradta a keret, mert azért Négó, Stopira, ők mind hosszú évek óta itt vannak, és lehet, hogy itt lesz az ideje egy frissítés. Hát erről nagyon sokat beszéltünk, ugye onnan kezdve, amikor Sallu István itt volt a műsorban, és mondta, hogy mik lennének a ideális esetben a koncepció alapjai, amiket aztán egy magyar klub vagy tud teljesíteni, vagy nem. Itt beszéltünk arról is, hogy ki akar egyáltalán magyar bajnokságban játszani, vagy milyen kvalitású játékosok megszerezhetők. De ebből a szempontból azért érdekel a véleményetek, hogy például Sallói és a klubvezetés szakmai felelőssége jelen pillanatban már mennyire érhető tetten, mert azért sokáig mondhattuk, és a keret nagyját nézve talán most is igaz, hogy ez egy örökölt állomány. Vezetőedző is az volt, aztán ugye amikor nagyon bele kellett nyúlni, tudjuk, hogy az ilyen vészmegoldások sem mindig olyanok, amiket ideális esetben elképzelünk. Tehát, hogy most akkor mi? Akkor most megvárjuk, hogy a csapat sikere bent marad-e ebben a bitangerős mezőnyben, és akkor jövőre azt mondjuk, hogy na, azonnantól már egy az egyben Sallói felelőssége, vagy történhetek olyan dolgok, amiket mi nem is látunk a háttérben? Hát szerintem most ugye az van, hogy tényleg mindenkinek az adhatna meg könnyebbülést, ha vége lenne a szezonnak. És akkor egy kicsit talán mindenki megnyugodhatna. Borzasztó kellemetlen a helyzet nem csak a játékosoknak, hanem nyilván a vezetőségnek is. De ha azt mondjuk, hogy azt lehetne mondani, hogy hirtelen legyen vége a szezonnak most, úgyhogy nyilván bemarad a Vidi, szerintem nem is kérdés azért, akkor újra lehetne kezdeni mindent. Tehát akkor tényleg tiszta lappal, akkor tényleg el kellene gondolkodni a vezetőségnek is, hogy hogyan tovább, kikkel tovább, kivel tovább. De akkor azok a játékosok meglennének, azért nyáron nem lehet felépíteni egy új csapatot. Nyilván nem. Erre már azért próbált Sallói hozni játékosokat, akik ugye télen érkeztek, de hogy aztán valójában ez a vérfrissítés mikorra történik meg, azért az egy jó kérdés. Hát az öltözőt kell először is rendbe rakni, hogyha ugye a játékosok többsége szerint vannak olyanok, akik nem odavalók, úgymond, mert nem tesznek meg annyit,
akkor azoknak meg kell találni a megfelelő utat vagy kiutat az egészből, és tényleg újra kell kezdeni az egészet. Tehát az, hogy most mi legyen, azon már nincs szerintem mit gondolkodni, meg kell várni a szezon végét, és ezt az egészet úgy, ahogy van, kukázni. Hát szegény Nikó biztos, hogy nem így képzelte, hogy ugye amikor beállította a Szabó Józsi rekordját, akkor az ugye az vesztes meccs volt. Igen. És most a Gyirmót ellen most rúgott kettő, tehát... Kiesési rangadó. Igen, ez annyira rossz, de nem is ezt akartam mondani, hanem én nem tudom, hogy milyen párbeszéd zajlott le egyébként itt Fiola és a szurkolók között a legutóbbi hazai mérkőzésen, de hát nem tudom, én ahogy láttam a testbeszédét, amikor elhagyta a pályát, meg az arcát, szerintem ez pokoli rosszul esetett neki, mint hogyha egy picit el is pityeredett volna, pedig egy elég keménykötésű srác a Fiola, és ráadásul ő volt az, aki másodszor kiment a szurkolókhoz, tehát az ezt megelőző hazai meccs után is kiment velük beszélgetni. Nem tudom, hogy mi hangzott el. Én nagyon remélem, hogy ez mondjuk Fiola fehérvári pályafutását nem fogja befolyásolni ez a kis hát ez egy nagyon nagy kérdés szerintem, és itt visszatérhetünk tényleg megint arra, hogy ki teljes szívű fehérvári vagy vidista, és ki az, aki úgy gondolkozik, hogy majd jön a következő ajánlat, és akkor majd ott játszom tovább. Még egy kérdés azért a csapattal kapcsolatban, hogy mennyire érzitek ezt edző kérdésnek, ami itt történik, olyan értelemben is, hogy maguk az idei szezonra kinevezett vezetőedzők, mert most már ugye több van, valójában mennyire tehetnek erről a helyzetről, illetve hogy ezeknek az edzőknek a kiválasztása mennyire volt szerencsés, mert én azért azt gondolom, lehet, hogy megfáradtak valóban olyan kapcsolatok, játékosok, akik még 3-4 éve a csúcson voltak, de azért ez a Vidi döntetlent játszott a Chelsea-vel az Európa Ligában, és nem nagyon régen, 4 góljával. Csak akkor még Márko Nikolic volt az edző? Na hát ezért mondom, tehát hogy én úgy érzem, őszintén megmondom, és persze utólag meg könnyen okos az ember, hogy itt nagyon komoly mellényúlások történtek edző fronton, és ahhoz, hogy egy öltözőben rend legyen, a vezéregyéniségeken kívül azért alapvetően először egy erős kezű edző kell. Hát itt egyértelmű, hogy a Szabicsnál itt nagyon félrementek az öltözőben a dolgok, ami azért is furcsa, mert azért volt mellette egy Juhász Roland, egy Torgella Sándor, és mégis ennek ellenére egy-másfél év alatt teljesen szétcsúszott az öltöző úgy, hogy tényleg azért a keret magja 60-70%-a nem változott. Tehát Négo Stopira, ők mind már ugye az Európa Liga menetelésekkor is itt voltak. Tehát ugye a Szabics Imre felelőssége az egyértelmű, hát Boris pedig most nincs könnyű helyzetben, szegény. De ő is egy ilyen karizmatikus, nem? Tehát, hogy mert akkor vagy azt várja az ember, hogy jöjjön valaki, aki tényleg olyat csap az asztalra, vagy olyan tekintélye van, vagy esetleg akkor belülről hozzanak, akit a játékosok ismernek és elfogadnak. Ő pedig egy ilyen nagyon tisztességes, rendes ember, aki hát azt nem mondom, hogy azért itt az eredményeivel új fejezeteket nyitott a magyar labdarúgásban. És hát én nem tudom, hogy ha ki akar zökkenteni egy csapatot, akkor nem biztos, hogy ez a karakter a legideálisabb rá. Hát igen, én azt hiszem, hogy itt most az volt. Akkor Weber Gyuri. Urbán Flóri. A legnagyobb, igen. Tehát itt most nem az volt, hogy ugye a Vidi, illetve a vezetőség Boriszt akarta, hanem Szabics helyére kellett valaki, tehát Szabicsot kellett elküldeni az eredménytelenség miatt. És tehát tényleg azért nevezték ki szerintem is Boriszt a szezon végéig, mert utána valaki más jön, ez 100%. És annak a valaki másnak tényleg egy olyan karakternek kell lenni, aki méltó ahhoz a Vidihez, akit majd irányítani kell. Hát ez a nehéz kérdés, Vidihez. Ez a nehéz kérdés. A Fradi sem biztos, hogy most jól bele legjobban az edző kérdésbe, de hát náluk olyan állomány van, meg olyan előny, meg nem tudom mi, ami lehet, hogy ezt kompenzálja. Azért én arra kíváncsi leszek, hogy a Molfehérvár Dárdai Páltengelynek annak a párhuzamosai találkoznak-e majd valahol a végtelenben? Ezek lesznek az izgalmas kérdések. Még annyit amúgy Krisztián említett, hogy a Kisvárdával játszik legközelebb a Vidi, ez majd jövő héten szombaton lesz. És nem ez a szerintem áprilisban egyébként a vízválasztó, én úgy tekintek erre az április, amit tényleg el fogja dönteni, ugyanis a jövő hónapban, tehát áprilisban idegenben az MTK-val, a Mezőkövesdel és a Debrecennel
játszik a Vidin. Most ez három olyan csapat, amelyikkel mindegyike mondhatjuk, hogy nem három, hanem hat pontos a meccs. Tehát ha itt győzöl, akkor egy potenciális riválist úgy szakítasz le magadról, hogy többé nem kell vele foglalkozni. Ugye Mezőkövesd jelenleg tizedik, az MTK utolsó, a Debrecen ugyan most nyolcadik, és csak egyel van kevesebb pontja, mint a Wolfehérvárnak, de hát őket is úgy könyveltük el, hogy azért nekik is inkább hátrafelé kell. Ez mind a három egy idegenben lesz. Nyilván jó lenne a Kisvárdát és a Puskást itthon megverni, és akkor azzal is gyarapítani, de hát én azt gondolom, hogy itt most a Vidinek erre kell lelkileg felkészülve lenni, hogy meg kell vívni idegenben ilyen már-már sorsdöntő meccseket. Ráadásul lehet, hogy az MTK utolsó, de az edzőjét úgy hívják Márton Gábor. A milyenket meg Mihály Boris, ő meg az MTK-val volt. Korábban az a Márton szerződés. Az előny nekünk, vagy hátrány? Ez itt a kérdés. Na jó, viszont tényleg két mondat, vagy három erejéig azért beszéljünk Nikolics Nemanjáról, aki 113 gólnál tart jelen pillanatban a Fehérvári Labdarúgó Klub színeiben, és ezzel immár ő a Videóton, hogy mondjuk így, hogy a Videóton történetének a valaha volt legeredményesebb labdarúgója, itt csak a bajnoki gólokról van szó. Összeírtam, 2009-10-es szezon fordulóján érkezett egyébként Nikó, akkor rúgott 8 gólt egy fél szezon alatt, a következő teljes szezonban szintén 8-at, utána pedig Zsinórban 19-13-18-21. Itt ment el külföldre, és visszatérése óta volt egy 5 gólos, egy 15 gólos, és jelenleg egy 6 gólos szezonja, így jön ki ez a bizonyos 113. És csak érdekességképp, hogyha ezt 8 teljes szezonnak vesszük, a mostani fél meg az első fél mondjuk legyen egy, tehát akkor 8 szezon, tehát gyakorlatilag egy 14 gólos átlaga van Nikolicsnak bajnokságonként, amióta a fehérvári színekben játszik. Hát azt gondolom, hogy bárhol manapság a mai világfutballban valaki egy klubon belül eléri a 100 gólt, az mindenképpen kalaplengetést érdemel, már csak azért is, mert a jó játékosok manapság nem egy klubban töltik a pályafutásukat, főleg a magyar bajnokságból. Úgyhogy gondolom azért is úgy vagytok vele, hogy ezt a jót azért ezt megérdemli Nikó, hogy tényleg elismerjük és megünnepeljük. Így van, hát az, hogy ilyen teljesítményt nyújtott le a kalappal előtte, az, hogy visszajött és megint tudott maga a szinten teljesíteni, de azt azért látjuk, hogy ez a Nikó már nem az a Nikó, aki az első korszakában volt itt. Az edző, az új edző feladata lesz ez is, hogy őt akkor és úgy használja, akkor, amikor kell, és a góljaival továbbra is tudja segíteni a csapatot, ha csak csereként, ha csak 10 percre, de akkor is ezt majd ugye eldönti a vezetőedző. Nagyon érdekes, hogy mitől jó egy csatár, tényleg érdemes megnézni ezt a filmet, Sándor Gyuri mondja így félig viccesen, hogy gyakorlatilag Nikolics olyan szinten csak a góllövésre állt rá, amikor ő fiatal játékosként ide került, sőt, nem is tudom, melyik játékos mondja, hogy Mitrovics és Nikolics játékkapcsolata olyan volt, hogy Mitrovics szinte kizárólag Nikolicsnak passzolt, és már szóltak neki, hogy a Torgeles annyi meséli, azt mondja, hogy hát én is itt vagyok a pályán, meg ott van még egy szélső, neki is adhat, és mire mondja a Mitrovics a film, hogy igen, de a Nikolics rúgja be. Tehát, hogy ő azért adja neki a labdát, mert abból lesz a gól. És a Sándor úgy mondja, hogy Nikó semmi mással nem volt hajlandó foglalkozni, csak a góllövéssel, és ahogy érett később és lett idősebb, akkor volt, hogy azért már a kiszolgálás, a csapat érdekei is jobban odafigyelték, de hát mindig ugye Horváth Feri mondta, hogy a 16-oson belül az anyámnak se passzolok. Egy vérbeli csatárnak nyilván abszolút benne van a génjeiben, hogy minden ideg szállal a gólra, és csak a gólra tör. Én nagyon sajnálom, hogy azt a fehérvári korszakot, amikor a Nikó a csúcs felé ment, vagy a csúcson volt itt Fehérváron, akkor azt még személyesen nem kísérhettem figyelemmel, vagy nem lehettem ennek részese. De én azt gondolom, hogy egy picit visszautaljak itt a hullámvölgyre. Az a játékos, akiből ilyen érzelmek törnek ki nézők milliói előtt, ezeket az érzelmeket meg tudja fordítani, akkor ezzel, és ebben vannak társai a csapatban, akkor ezek azért még elindíthatják őt bőven fölfelé. Azért ne feledjük el ezt az időszakot, amikor már úgy vártuk, akkor még benne volt a levegőben, hogy Nikó esetleg hazaigazol, meg hát ennek többször hangot is adott, hogy ő azért jó lenne, hogy vissza tudna térni Fehérvárra, és milyen jó érzés volt, amikor végre visszatért. Én nagyon remélem, hogy azért még jó sok gólt rúg, nem csak ebben a szezonban, hanem további szezonokban is. Kíváncsi vagyok, hogy vajon mennyi szezont érez magában, bár nyilván ennél ez most talán az egyik legutolsó kérdés.
Hát a kérdés nyilván, hogy fizikálisan is ő hogy fogja még bírni, az a fajta robbanékonyság, ami őt jellemezte tényleg olykor a leshatáron, olykor a lecsorgókra elsőként érkezve, ez tényleg olyan csatár ösztön, de ugyanakkor nyilván egyfajta fizikális képesség is. Tényleg érdemes megnézni ezt a filmet, ahogy például André Alves emlékszik rá, meg ahogy szeretett vele együtt játszani, és azért ne felejtjük, hogy Nikolić annak idején ilyen állandó csereként kezdett gyakorlatilag. Alves akkor egy top formában lévő, klasszis góllövő volt, de ha 10 percre lépett pályára Nikó, akkor is lehetett tudni, hogy addig megy, amíg egy gól összejön. Úgyhogy hát innen is gratulálunk neki, és hát kívánjuk, hogy tényleg sokszor lássuk még. Vannak persze nagy gólok, vagy nagy találatok más sportágak esetében is, és itt most akkor szeretném kérni a kollégáinkat, hogy egy elkészített rövid kis bejátszót nézzünk meg. Ez most a vendégeinek is meglepetés lesz, bár talán nem olyan nagy. Nagyon oda kell figyelni, Kélhán el fogja dobni. Rövid! Van még 3 másodperc, durrancsuk rá! Kosár! Mekkora kosár! De jó Isten! 85-82! Lenzel Smith Jr. De jó Isten! Lenzel Smith a nyerő ember! De jó Isten! Azt akarom, valaki nem ismerni fel a hanghoz, de ebben már elhangzott az adás, hogy Krisztián közvetített. Hogyha jó Isten véletlenül máshova figyelt volna, vagy aludt volna a mérkőzés utolsó pillanataiban, addig a végére biztos, hogy meghallottad. Nagyjából háromszor fohászkodtál hozzá. És egyébként tényleg arra gondoltam, hogy nézve ezt a felvételt, nagyon-nagyon vártam, hogy megnézzem, hogy ezt hogy közvetítetted, hogy vannak olyan pillanatok egy riporter életében, amire tud készülni, és van, amire nem. És hogy én is mindig úgy voltam utólag, amikor valami emlékezetes meccset közvetítettem, hogy az ember azt gondolja, hogy azt kellett volna, de jó lett volna azt mondani, hú, ott milyen frappás lett volna, és közben semmi, kiszakad az emberből, te jó Isten, azt a mindenit, mekkora gól volt, Jézus, kedves néző, és még jóval nem mond csúnyábbat az ember, hogy esetleg a nézőtéren tenni. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon spontán reakció kiszakad, de hát az ember nem számít ilyenre, hogy valaki, hogy rádobjuk, az oké, de hogy be is megy. De felszólítottam, hogy durrancsuk rá, nem? És megcsináltad. Tehát, hogy követte az neked utasítást. Neked köszönjük. Igen, tulajdonképpen igen. Hát óriási jövő volt. Jövő szezonban te leszel a vezetőedző? Nem. Brutális volt. Főleg annak tükrében egyébként, hogy azért a meccs legelején azért hát nem nagyon ment a játék. Vagy hát az orosz lánynak ment nagyon. De hát ez most már kit érdekel, ugye? Egy ilyen végjáték után. Hát brutális. De nem is, hirtelen nem is tudtam, hol vagyok, csak ez tényleg behullott. Igen, hát olyan meccs volt ez, amit ugye visszautalva a Vidire tényleg a saját céljai miatt muszáj volt megnyerni az Albának. Csak láttunk ebben a szezonban már összesen vagy 6 hazai vereséget, ami egészen hihetetlenül negatív széria, nem nagyon volt ilyen a csapat történetében. De mégis úgy alakultak az eredmények, hogy most, ha ezt az utolsó 2 meccset ugye megnyeri a csapat, ebből ez volt az egyik, akkor bejut a legjobb 5 közé, ami gyakorlatilag a rájátszást garantálja, tehát tényleg meg hálások lehetünk, hogy ez így megadatott. Biztos nem könnyű ilyen nyomás alatt játszani. Én úgy láttam, én az első 2 negyedet láttam a helyszínen, hogy azon kívül, hogy tényleg mindent bedobott az oroszlány az első negyedben. Hát igen. Ők nem ilyen távolságból. 31 pontot kapott az a 31 pontot dobtak, de legalább volt 6 tripla szerintem belőle. De és az, teljesen mindegy, hogy honnan dobták. Igen, így lendületből, így ki volt kanyarodva a ruják, vagy a, nem is tudom, az earring, így dobta rá, az is bement, minden bement, és egyébként az amerikainak volt ez a kísérlete, mielőtt volt ez a félpályás kosár, neki nagyjából majdnem minden bement, ez az egy nem, és utána miénk ment be fél pályára. Igen, hát ott Lukács Norbi egyébként jól szorította ki, tehát volt védekezés is, és hát nem mellékesen tényleg a védekezés javult fel talán szünet után, mert ami engem nagyon bosszantott a meccsen, az ellenfél dobó formája az egy kicsit mindig olyan, hogy bár amikor túl sűrűn fordul elő, hogy ide jön egy csapat, és azt mondjuk, hogy minden bemegy nekik, ilyen csak egyszer van, majd úgyse lesz, de ha mindig mindenki bedob valamit, akkor azért felvetődik, hogy ott nem biztos, hogy az arcában nyúkáltak éppen, vagy kellően szorosan védekeztek.
támadó lepattanókat iszonyatos módon nézte el az Alba. Tehát az oroszlánynak volt legalább 16 olyan pontja, amilyen második, meg harmadik visszaszedett, visszapöttyizett, és hát kosárlabdában a lepattanókra mondják, hogy az tényleg csak akarat és fegyelem és figyelem kérdése. Hát volt, hogy egy piros mezesre jutott három saját palánk alatt, és a piros élet. Tehát tényleg picit azért kritikán aluli volt ez a rész. Egyébként ebből a szempontból, amellett, hogy nyilván nagyon örülök az Alba sikerének, azért az orosz lányoknak ez milyen érzés lehetett, hogy hát ezt ne tudd meg. Az első negyedben adjon vered az ellenfelet. Mint egy gazella, a Ruják meg a többi kulcsember úgy ugrált az Alba tér fel, és dobták a hármasokat. Utána az Alba utolérte őket nagy nehezen, és zsüdönöm, hát onnantól azért egy kiki meccs volt, tehát tényleg, hogyha nincs ez az első negyed, ha mondjuk az első negyedre egy szolid 5-6 pont különbség van, akkor a végére már lehet, ez a dobás nem is kell, mert onnantól kezdve ment az Alba, de hát azért egy komoly tanulság kell, hogy legyen. Egyébként én emlékszem olyan meccsre, ahol mi kaptuk ezt az utolsó másodperces kosarat, például Szabó Zsolttal, aki most már az Alba játékosa, és az a Egerszeg színeiben itt volt, és dobott egy ilyet szintén a félpályától, még az oldalvonaltól, majdnem bedobásból. Úgyhogy hát rossz végén lenni az nagyon kellemetlen érzés. Igen. Egyébként ki volt az előző, akinek sikerült ilyen albamezben? Ez egy jó kérdés. Én arra emlékszem, Én egy Hanga Ádám kosárra emlékszem, talán Szolnok ellen, jó pár éve, még szurkoló, még ilyen gyerekként néztem, valahogy még nem is volt kész az új csarnak, persze nem, mert az Ádám már régen igazolt, és ott lökték is a levegőbe egy Szolnok elleni, talán döntő valamelyik mérkőzése volt, és így félig így kivetődve a játéktérről dobta rá és bement. Tehát én például egy ilyenre az nagyon beleégett. Hát tényleg még régebbi van, ami egyébként nem emlékszem, nem ilyen meccs döntő jellegű volt. Kaposváron még Robert Shannon egyszer dobott egy olyat, ami viszont az ellenfél tér feléről ment, futtából, és csont nélkül beesett. És ezt mi úgy megkaptuk akkor a kaposvári tévétől, és hát tényleg ez a totális hitetlenkedés, hogy ez hogy történhet ilyen. Nyilván ez óriási szerencse is kell, azon kívül, hogy hát azért arra felé kell dobni, mert az utcáról nem esik be. Mennyire, nem tudom ti, mennyire vagytok képben az Alba idei szereplésével, ugye most a csapat sportokat nézve, amiket mindig itt preferálunk Fehérváron, az látszik, hogy a hokisok, akiről talán tudunk szintén majd két mondatot beszélni, azért okot adnak büszkeségre, meg reménykedésre. Hát a Vidit azt most hagyjuk, kitárgyaltuk, a kézilabdázók nagyjából azt a szintet képviselik, amit szintén úgy lehetett várni, hogy fognak. Mennyire bízhatunk benne, hogy a kosarasok valami szépet hoznak. Ennek a meccsnek amúgy már teljesen olyan hangulata volt, és azt kell mondjam, főleg a vendégszurkolók miatt, ami egy jó playoff csatát. Tehát nekem vannak olyan illatok, megyek a csarnok fel, és a tavasznak meg belép a csarnokba ez a mindenféle kenőcs, meg egyéb illat, ami jellemző, az megütés, mindig arra reagál az agyam, hogy na a nagy meccsek most jönnek. És marha jó lenne megélni, be kéne jutni persze nyilván a felsőházba, illetve a playoffba, hogy mondjuk ez a csapat menjen tényleg az első négy helyért. Hát reméljük, hogy ez egy jó löketet fogadné, amikor ugye néztem ezt a végső kosarat, lehalkítva, nem tudom, csak felvételt néztem, olyan, a másztet, és nem hallottam a hangulat sajnos először. Amikor a gyerek ott lesz a szomszéd szobában, azt nem hallgathatod a közvetítést. Szóval dupla élmény volt utána te hangodról is meghallgatni, de hang nélkül én úgy éreztem, illetve mint ha azt láttam volna, hogy valami amerikai limonádé filmet néznék, egy High School Musical utolsó jelenete, hogy bedobják, és akkor nyerünk. Hát felállva tapsol mindenki. Ezt nem lehet leforgatni, tehát ez csak CGI-ra lehet megcsinálni a filmeken. Meg vannak ilyen fake videók is, ahol a szomszéd városból dobálják a kosarat, vagy az amerikai focit, vagy bármit, de azok jó része azért manipulált. Igen, mindenki ott van egymáson, egy csokorban a csapat, hát hogyha ez nem hozza össze a társaságot, akkor szerintem semmi nem fogja, ez egy jó kiindulási alap. Meg talán a közönséget is. Így van. Az első videó, amit láttam, egyébként egy néző onnan a nézőtérről, a szemközti oldalról videózta, és ott a iszonyú erős ugye a nézőtéri reakció, mert hát azért ez emocionális pillanat.
az az igazság, hogy tényleg nem ez a vérbő módon szurkoló közönség a fehérvári, de hogyha most egy ilyen pillanatban egy ilyen győzelem talán tényleg kicsit a közönséget is felhergeli és összerántja, azért most nagy meccsek jönnek, muszáj lenne majd ugye legközelebb épp a Szegedet megverni hétvégén. Az biztos, hogy óriási katarzis volt, és hogyha jól számolom, akkor, vagy jól számoltam, akkor az Albának semmi dolga nincsen, csak megverni a Szegedet. Hát annyi, akkor igen, igen. Mondjuk egy olyan szezon, mondod, hogy 6-szó kikaptunk hazai pályán, tehát azért nem... Igen, tehát akart is, hogy ezt a hullámvölgyeket kéne valahogy így a rájátszásba elsimítani, mert akár ez a meccs is egy kicsit hű jellemző volt az Alba idei szezonjának. Voltak jó meccsek, voltak rossz meccsek, ugye sok volt a hazai vereség, meg amikor nyertek is, a sok kapott pont hazai pályán, tehát azt valahogy tényleg lejjebb kéne szorítani, mert ugye a rájátszásban nehéz lesz. Így van. Vannak még témák, a fiúk mondták itt a adás előtt, hogy beszéljünk a Forma 1-ről is, de mivel nincs itt Kaiser Tomi, én ezt csak félve kérdeztem, hogy mennyire, de hát úgy hallom, hogy ti nagy szerelmesei vagytok, és ha már arról van szó, hogy feljön valami, amiben reménykedünk, hogy esetleg a Vidi is majd felemelkedik régi dicsőségéhez méltóan, most akkor a Ferrari ugye adott erre egy kis példát. Nem tudom, ti mennyire számítotok Ferrari rajongóknak? Én eléggé. Bevallom őszintén, tehát én gyerekkorom óta még a Schumacher piros kocsiját néztem ki, mint kedvencemet tévé előtt ülve, úgyhogy én az elmúlt 2-3 évet nehezen éltem meg, mint Ferrari szurkoló. Most pont az egyik kollégával beszéltem a futamról, akkor úgy bele akart menni, hogy most Hamilton, Verstappen, most a, ugye Verstappenék alatt leállt ugye a Honda motor, meg a Red Bull, és most visszakapta az Abu Dhabi évadzát, mondom, míg a Ferrari 1-2-ben van, engem nem érdekel, mi történik mögötte. Tehát felőlem ott gyilkolják egymást a Hamiltonnal. Ebből az egészből azt nem értem, és most tényleg nem akarok kegyeletsértő lenni, hál' Istennek még nem is kell, de hogy Schumacherért hogy lehetett rajongani? Hát én úgy, amíg ő aktív volt, én ezt megértem, ha valaki a Ferrari-t, mert a Ferrari a kisgyerek először, amikor autós kártyázik, azt tanulja meg, hogy a Ferrari. De Ferrari a Schumacher idegesítő, barogánsabb, bizonyít. Még akkor még nagyon kicsi voltam, mentségemre szóljon, de ja, tényleg ez a bácsi még, 2000-es évek elején borzasztó unalmas volt a Forma 1 számomra, amikor folyamatosan Schumacher nyert. Az első matchboxom, az első matchboxaim egyik egy tűzpiros Ferrari volt, nagyon szépen eltologattam, és mégsem lettem Ferrari rajongó, mindig is ugye McLaren, Mercedes, most már ugye ezüstnyíl Hamilton nyilván, de csak hogy el tudjam mondani azt, amit az adás előtt beszéltünk, hogy a Ferrari feltámadásának én azért is örülök, mert talán egyszer majd a Manchester United is következő szezonban nem múlhat el adás, hogy ne beszéljünk a Manchester Unitedról, de ezt itt befejeztük. Nem tudom, Krisztián, te mennyire követed a Forma 1-et, te nem vagy azért ilyen nagyon hát, motorhívő. Én ezt a futamot nem néztem, de olvastam a tweetet, hogy Ferrari 1-2. De ez biztos, hogy jót tesz ennek a sorozatnak. Tehát nagyon jót tett azért az idén záró is. Már azt hiszem, hogy most már 4000 szabályt megint újra írtak, ugye? Hát gyorsan megfinomítottak rajta meg, hát igen. A kicsit a... Hát igen. Hát, itt lenne Tomi, akkor most nagyon vastagon belemennénk ebbe. Én próbáltam tőle kihúzni még a rádióban is, meg amikor csak úgy beszélgettünk, hogy most mi ez a marha nagy változás, ami miatt azt mondják, hogy gyakorlatilag egy új versenysorozat van. Mert azt úgy megszokja az ember, hogy minden szezon elején valamelyik istálló csinál valami újítást, a másik akkor utána kicsit később leutánozza, vagy betiltatja, vagy valami módon megpróbálja eltüntetni a hátrányát. Hogy most mi történt, ami miatt azt mondják, hogy ez egy teljesen új bajnokság lesz. Hát teljesen új autók jöttek. Nem mondod. De teljesen más elv alapján épültek. Tehát az aero elemeket, amit így az elmúlt években láttuk, hogy már mindenhova egy kis szárnyacska van, az be van tiltva. Sokkal egyszerűbb lett az autók aerodinamikája. Visszahoztak a 80-as évekből ismert ilyen Grund Effect Venturi csatornákat, tehát ami a talajhoz még jobban szorítja a padlón, ez pont ez, ettől szenved a Merci is, hogy a delfinezés, hogy ez a pattogás az egyenesbe visszatért, és erre nem számított senki, ők még meg se tudták oldani a többi csapathoz képest, tehát egy teljesen új szabálykönyv lett, és teljesen új szabályok, meg ugye a költségvetési sapka is
idei évtől már teljesen hatással van. Tehát, hogy nincs az, hogy mint régen. Jó, hát akkor a nagy csapat újraépít egy autót, mert ha most sok pénzt költ a fejlesztésekre, akkor az év hátralévő részében nem fog tudni fejleszteni. Tehát, hogy ez... Szívem szakad meg szegény Forma 1-es autókért. Csak annyi egy kicsit így? Leegyszerűsítve. Ennyivel le kéne mosni csak. Kerítsere. Kicsit leegyszerűsítve annyi történt gyakorlatilag, hogy visszabutították az autókat, és ezzel azok a versenyzők jártak jól, akiknek eddig sem volt annyira jó az autójuk, és talán nem is annyira jó versenyzők, és így egy kicsit kiegyenlítették. Na ennyit a Ferrari-ról. Jó, akkor ez most így lerendeztük, hogy mitől jó a Ferrari. Jó, hát nincs sok időnk hátra. A végére akartam azért hagyni azt az örömteli témát, ami most egy kicsit ilyen izgalmi állapotban is tarthat minket, hiszen a héten majd folytatódik a Jégkorong Liga, az Osztrák Liga. Ma este kiderül, hogy kivel játszik majd a Volán az elődöntőben. Még mindig nyitott a kérdés, mert a másik, vagy pontosan két negyed döntő ugye 3-3-ra áll. Nem tudom, hogy amennyire követitek, mire tippeltek, illetve mit szeretnétek. Ugye vagy a Fillakkal fog játszani, akkor pálya hátrányban a Fehérvár, vagy hát azzal a Béccsel, amelyen meg hagyományosan óriási meccsek vannak, ott pálya előny lenne, de hát kérdés, hogy érne ez annyit, mint akár a Fillakkal szemben játszani, ami hagyományos, azért könnyebb ellenfél. De még a Ljubljana is. Ljubljana is bele, persze, a Ljubljana jut tovább, jöhet, akkor pedig őt kapjuk onnan. Annak is van hagyománya. Meghagyom a Zsombornak, mert hébe-hóba nézi a meccset. Hébe-hóba néztem egy pár mérkőzést, hát nem tudom, ki lenne a jó. A Bécs meg a Ljubljana nyilván a kicsit közelebb lenne a szurkolóknak is. Az, hogy játék tudásban, meg ugye akkor Bécs és Ljubljana ellen pálya előnyből kezdenénk, ugye a Fillak ellen nem. Nem tudom, őszintén melyikkel járnánk jobban. Azért a Bécsnél tényleg ott a nagy playoff rutin, és hát az elmúlt 15 évben, amióta Volán az EBL-be vagy az Osztrák Ligába szerepel, ott azért a Bécs már megtréfált minket a rájátszásba. Akár 0-2-ről buktunk pár harcot, jó néhány évvel ezelőtt tavaly söpréssel vertek ki minket. Szóval nem tudom, hogy mivel járnánk jól, de az biztos, hogy én nagyon izgatott vagyok, hogy tényleg itt az elődöntőbe tud még egy szintet lépni a csapat, mert ugye mindig az volt, az látszódott, hogy amikor volt egy párnapos hosszabb pihenője a gárdának, akkor hatalmas energiával ugrott bele a következő párharcba. És hát ebben reménykedek, hogy teljesen mindegy, hogy ki fog jönni, ha idegenbe kezdünk, ha hazai pályán, az első meccset akár behúzzuk, ami nagyon jó alap lehet a későbbiekre. Látsz reális esélyt arra, hogy döntőt játszon a csapat? Látok. Nem akarom elkiabálni, mert nem szeretek, meg a jégkorongosok amúgy is amúgy sem szeretnek előre gondolkodni, ugye mindig jön a meccsről, cseréről cserére szöveg, de én látok bármelyik ellen, tehát bármelyik csapatot kapjuk, szerintem reális, 50-50 minimum. De mondjuk a Ljubljan ellen talán mi lennénk az esélyesebbek, egy félvel mondom. Egyébként az a jó szerintem ebben a jelenlegi állapotban, meg ebben a jelenlegi csapatban, hogy gyertek, játszunk, oké, okay. Őrület, és ez tök jó, ez nagyon jó. Ez nagyon-nagyon jó. Az én várakozásaimat abszolút felülmúlja. Hát az biztos, hogy félni valója nincs. Mindegyik ellenfelét megverte már legalább egyszer ebben a szezonban a Fehérvár, tehát most nincs mumus. Playoff mumus pláne nincs, mert általában eddigre már ugye kiestünk, tehát itt, hogy most az elődöntőben kijön, az gyakorlatilag nem vezethető le a történelemből. Úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, és hát az meg megjósolható, hogy fergeteges lesz a hangulat, úgyhogy ilyen szempontból azért nagy meccsek várnak. Hát nincs időnk annyira, úgy látom, de akkor most kijelenthetjük, hogy megvan az edző, tehát nagyban az edző keze munkája. Hát azt mindenki játékos elmondja az interjúkban, hogy olyan szintű statisztikai és számtani elemzést csinál a szakmai stáb, a Kevin Konstantina elől, hogy ott a vége a meccsnek, és hazafelé már felütik a laptopot a buszon. Talán ezt a Csani nyilatkozta le. Tehát egy olyan szintű alapos felkészülés van. Mondjuk biztos most nem örül Kevin, hogy mindkét párharc még nyitott, mert most három csapatot elemezhetett az elmúlt napokban. Vagy hosszú éjszakája lesz ma, de hogy ettől szerintem nem is, és ezért nem is félnek a játékosok sem senkitől, mert gyakorlatilag föl vannak készítve bármire. A focihoz nem ért, visszatérhetünk oda, minden csapat kapcsolja, hogy mennyit számít az edző személye, és tényleg én szerintem itt félnivaló attól van, hogy olyan még nem nagyon volt, bár biztos Horog Laci itt lenne tudná, edzőnk is volt, akit ugye elvittek innen váratlanul, és aztán a
másik csapatnál volt sikeres, szóval, hogy egy ilyen tudású edzőre még az is lehet, hogy valami nagyobb rivális majd lecsap a következő szezonban, mint hogy a jó játékosokra leszoktak. De hát ez legyen a jövő zenéje, addig pedig szurkoljunk a fehérváriaknak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és kivételesen nem adás főcímmel fogjuk zárni a mai műsort, és hát szomorú hangulatban én szeretném két olyan operatőr kollégánkat említeni, és az ő tiszteletükre, az ő fényképükkel zárni a mai adást, akik annak idején a Fehérvár Televízió operatőreként sportműsorban is rengetegben vettek részt. Nagyon sok mérkőzésen, edzésen, sportanyag forgatáson voltunk velük együtt, és gyakorlatilag heteken belül mindketten itt hagytak minket, Pócos Tibor és Somogyi Tamás emlékére. Őket mutatjuk és velük búcsúzunk a mai műsor végén. Köszönöm a figyelmüket!